I'm sitting here, surrounded by a group of mountain gorillas. Üdvözlünk a Vacsmozsó Magyarország csatornáján, ahol az Unibet támogatásával azokat a mítikus állatokat listázzuk, amikről kiderült, hogy valójában léteznek. The mysterious narwhal has inspired myths around the world. And it goes from cute to killer in an instant. Let's go get some tail! Ehhez a listához olyan állatokat gyűjtöttünk, amiknek létét egykor lehetetlennek gondolták. Emellett olyan valódi állatokat is láthattok, amelyeket tévesen legendás lényekkel tévesztettek össze. 10. A szíjhalak, mint tengeri kígyók. A tengeri szörnyek meséi azóta élnek, mióta az ember vitorlázni kezdett a tengereken. Az óceánok mélyén még ma is felfedeznek számunkra eddig ismeretlen állatokat. Az egyik leggyakrabban idézett mítikus tengeri lény a tengeri kígyó, egy óriási kígyószerű állat, amely a mélyben él. Oarfish are one of these strange exotic fish that really catch people's attention. So when they do appear, they lead to speculation. Like a sea serpent myth. Mint kiderült, van egy lény, amelynek alakja megegyezik ezzel a leírással, megmagyarázva néhány észlelést. For years we only knew they existed from the occasional one washed ashore. They have hardly ever been seen alive. Ez azonban nem kígyó, hanem egy hal. A szíjhalnak hihetetlenül hosszú hullámzó teste van. A hivatalosan is leghosszabb példány csak nem 8 méteres, bár meg nem erősített jelentések 11, illetve 17 méter hosszú példányokról is beszámolnak. I think more people have seen the Earth from space, and I've seen one of these this time. 9. Komodói sárkány. Egy távoli szigeten élő hatalmas gyík pont úgy hangzik, mint valami legenda, vagy mintha valaki csak úgy kitalálta volna. A Komodo dragon is a modern day dinosaur at the peak of its powers. A nyugatiak kezdetben szkeptikusan fogadták a komodói sárkány létezését, és egészen 1910-ig kellett várni, hogy európaiak dokumentálják ezt a vadállatot. So these are Komodo dragons, the largest lizards on earth, and just extraordinarily broad, powerful. Érdekesség, hogy a King Kong című filmet is egy 1926-os komodói expedíció iklette, minek célja az volt, hogy egy élő példányt hozzanak New Yorkba. Még szerencse, hogy a film címe nem King Komodó lett. Some zoologists believe it could be a subspecies of another large lizard, which in the past lived on the continent of Asia in regions ruled over by the Chinese. Ma már világszerte népszerű állatkerti látványosság, talán mert emlékeztetnek minket valamire egy elveszett ősi világból. 8. Az unikorni szarvak valójában narválokhoz tartoztak. Az állítólagos unikorni szarvak az egész középkorban bűvös és nagyértékű tárgyak voltak. Azonban, mint kiderült, akik arról álmodoztak, hogy egyszer találkozzanak a lényel, akihez a szarvak tartoztak, azoknak a tengeren kellett volna keresgélniük, nem pedig a szárazföldön. The mysterious narwhal has inspired myths around the world. In the Middle Ages, the narwhal tusk was sold as a unicorn horn. Physicians believed it could cure the plague, increase virility, detect poison, and even raise the dead. Ebben az időszakban az egyszarvú szarvak közül több is narvál agyar volt, amelyeket a vikingek a sarkvidéki kutatások során szereztek. A tenger egyszarvúja elnevezés megerősítést nyert, amikor újabb felfedezők kezdtek hajózni a messzi északra. Their 3-meter tusk is in fact no more than an overgrown canine tooth. But its exact function, like so much about narwhals, is still in part a mystery. De azt tudtátok, hogy csak a hímeknek van agyaruk? Pont olyan megkülönböztető jegyek ezek, mint a hímszarvasok agancsai. But whether it's a joust or a jaw session is anybody's guess. And the narwhals aren't telling. 7. Okapi. Nem, ez nem egy Pokémon, de tudtátok, hogy mi lesz, ha kereszteztek egy zebrát egy zsiráffal? Az eredmény valahogy úgy néz neki, mint az okapi. Ha nem látjátok, el sem hinnétek. Az Afrikába érkező európaiak szintén csak mítoszként tekintettek rá, csak gyanították, hogy a kongói erdőkben élhet egy ilyen lény. Megfoghatatlansága és a hímek fején lévő szarvszerű kiemelkedésnek köszönhetően még az afrikai egyszarvú becenevet is megkapta. Az európaiak csak valamikor a 19. század végén, a 20. század elején fedezték fel az okapit, ekkor pedig a mítosz valóság. 6. A lamantinok lehetnek az igazi sellők. Nem minden mítikus tengeri lény gonosz. A matrózok gyakran meséltek gyönyörű, halfarkú nőkről az óceánban, ők lennének ugyebár a sellők. And early explorers that came over to the New World, like Columbus, wrote in their logbooks about seeing
mermaids. It's hard to believe that they ever mistaken that face for that of a mermaid, but evidently those boys had been on the boat a little too long. A valóság azonban nem olyan elbűvölő, mint a mítosz. A Shelley mítosz egyik lehetséges eredete a lamantinok. Ezeket a szelíd tengeri teheneket sajnos gyakran megsebesítik és meg is ölik a hajók, különösen a Karib-tengeren. As you can see, many of these manatees, if not all of them, have some evidence of their interaction with boats. Azért valljuk be, ha nem is nagyon, de talán egy picit tényleg jobban hasonlítanak az emberekre, mint az óceán többi lakója. Let's go get some tail. Mindenféle túlzás nélkül a lamantinok tényleg nagyon jó fejállatok. 5. Kacsacsőrű emlős. Ah, Barry the platypus, what an unexpected surprise! Sok európai szkeptikus volt az ausztrál felfedezők által feljegyzett állatokkal kapcsolatban. Mármint egy szarvas, ami ugrál, mint egy béka, és néhánynak még két feje is van. Hagyjuk már. Na de, a távoli kontinens leghihetetlenebb állata az európaiak számára a kacsacsőrű emlős volt. Érthető, hártyás lábak, hódszerű test, és még egy kacsacsőr is. And it goes from cute to killer in an instant. A szkeptikusok először nem hittek a szemüknek, és biztosak voltak benne, hogy az Angliába hozott példányok csak valami ügyes állatkitömő munkájának az eredményei. Platypuses can only be found in the rivers, streams and lakes along the east coast of Australia. Aztán, ahogy elterjedt az állat híre, az emberek elkezdtek hinni a kacsacsőrű emlősökben. 4. Gorillák. This is just one of the most fantastic moments of my life. I can't believe I'm sitting here. Surrounded by a group of mountain gorillas. Afrikán kívül ezek a nagy majmok évszázadokon keresztül csak pletyek tárgyát képezték. Csak úgy, mint a nagylábú, csak még jóval a nagylábúzás előtt. Körülbelül időszámításunk előtt 500-ban Hannon a felfedező szőrös emberekkel találkozott, akik képesek voltak mászni és sziklákat dobálni. Tolmácsai gorilláinak hívták őket, amelyek gorillák vagy más majmok lehettek, persze csak találgatni tudunk. Each gorilla has a personality and style of its own. Az európaiak csak a 19. századra kezdték komolyan venni a szőrös, emberszerű lényekről szóló meséket, miután felfedezők találkoztak velük személyesen. Végül is, mi is hiszük, hogyha látjuk. To see these incredible creatures in the wild, what a humbling gift. It hits me on a gut level, a sense of responsibility and a clear need to protect them. 3. A Hoan Kiem teknősök. A vietnámi legenda szerint a 15. századi császárnak, Leloinak a teknős isten Kim Kui egy kardot adott. Miután Vietnám függetlenségét kiharcolta, Leloi egy tavi hajózás során visszaadta a kardot a Kim Kuinek. Innan a tó, azaz a Hoan Kiem, vagyis a visszaadott kardtava elnevezés. Az óriási, puha héjú teknősöket egészen a 20. századig csak legendának hitték, amikor is észrevették őket a tóban. Sajnos az utolsó ismert egyet 2016 körül elpusztult, vagyis a faj valószínűleg kihalt. 2. Fekete hattyúk. Európában már a 2. században a fekete hattyú kifejezést használták metaforaként valamire, ami lehetetlenség. Végül is minden hattyú fehér. Mindaddig, amíg a felfedezők el nem jutottak megint Ausztráliába és látták, hogy a fekete hattyúk bizony léteznek. A fehér hattyúkhoz hasonlóan a fekete hattyúk is gyakran díszmadarakként élnek a tavakban, Európában és más kontinenseken. Manapság a fekete hattyúk logikai tévedés szinonimájává váltak, utalva az előző kifejezésre vagy olyan eseményekre, amelyek kiszámíthatatlannak tűnnek, mégis utólag nyilvánvalóak. Mint például az amerikai elnökválasztás. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen heti 5 nap kerül fel új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis haranggombot is, hogy első között értesülj legújabb tartalmainkról. 1. Óriás kalmár. Then, on the 87th photo, making its film debut. Oh! Stop! Stop! The elusive giant. Valószínűleg az egyik leghíresebb tengeri szörny, az óriás kalmár világszerte tengeri legendák alakja volt, csak úgy, mint a Kraken. Kísérteties méreteihez képest létezését csak a 19. század végén erősítették meg, amikor egyedeket találtak a partra mosva. Specimens have been reported weighing close to 1000 pounds. The giant squid is not as heavy, weighing in at around 600 pounds, but they do have far longer arms. And even longer feeding tentacles. Tekintettel arra, hogy milyen mélyen élnek a víz alatt, az óriás kalmár csak 2004-ben sikerült megfigyelni természetes élőhelyén. Emiatt még azért mindig vannak megválaszolatlan kérdések az óriás kalmárokról, így mítoszuk még egy darabig valószínűleg életben marad. People are very interested in this kind of thing, and
We need to make people more aware of just how many incredible things there are in our ocean. Szerintetek melyik a jobb? A sellőnek hitt tengeri tehén, vagy a pusztító kígyónak gondolt halacska? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!